Kedves Judit, hányták már le? Ezzel a kérdéssel indította a találkozás Zahár doktor, amikor felkerestem a toxikológián, és a párbeszéd egyre jobban eldurvult, mindjárt hallhatják. A szókimondó munkamániás magát bolondnak tartó főorvossal egyszerűen lehetetlen lépést tartani. Rengeteget ügyel, tanít, szakért és életeket ment. Amikor nála voltam, 3 embert kapcsolt le a gépről. Én összeestem, rosszul lettem a sürgősségén, a látványtól és a szagoktól is, mert ő annyit mondott, Judit, ez a való világ. Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem. Nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehallok. Jó reggelt kívánok! A 7:30, én azt hittem, hogy csak most kezd, de már úgy pörög, mintha nem tudom, mint a ring is pörög. Egy élettel összeegyeztetetlen sűrűs, hogy meg fog halni. Mi tört? Felrobbantotta magát öngyilkossági szándékkal. Bocsánat, engem annyira sokkolt ez, hogy ön idejött, és én nem tudom, én erre rá kérlek, nem készültem. Én ilyet nap, mint nap. Hát éneket fog itt látni. Mit gondol saját magáról? Na, bolond vagyok. Akkor egy kezdjét kaphatok én is. Láttam is. Jó. Akkor most azt fogjuk csinálni, hogy elmegy, lefürdik. Behugyozott, nem szedi a gyógyszereit, egy éve vérköp, ma este összefutta magát, mert berúgott. Mi jogom van bele, köpjön be rába? Nyugodtan köpjön bele. Ez túl sok. Nem, ez a való világ. Ez a való világ. Nem. Pár perc a való világból, de mit szólnának, ha ilyen lenne 24 órájuk? Neki minden napja ilyen. Hogy milyen Zahár Gábor szemével a világ? Töményen sokkoló és szürreálisan ironikus, de inkább mutatom. A szőke domina az óriás plakátról. Ó, ezt tanult, begyakoroltam. Ezt hetek óta ezt ismétlem. Mi az, amiről kéne szólni? Én azt gondolom, hogy a mentálhigiénés kultúránkról. Hát az biztos, hogy a békességgel van. Az nagyon. Jó, de ezt tanítani kell gyerekkorban? Tehát, hogy ez igen. Onnan nyúlik a probléma vissza? De hol maradt el ez a történet, hogy nem is volt a magyarok? A probléma megoldás, az tanítható, de nézze meg a szociális mintáinkat. Ugye szokták volt mondani, ugye nekem is van egy 20 éves fiam, ez a gyerek ez pont olyan, mint te vagy. Ez a típusos mondat, ez az azért iszom, nem mert a dédnagyapám is alkoholista volt, a nagyapám is, meg az apám is. Jó, erre fogni, igen, és akkor van magyarázat. És így van, és megvan a magyarázat. Jó, ezt hol kell elkezdeni a tanítását? Oké, hogy a négy fal között. Amit úgy hívunk, hogy család, amiben vannak minták. Anya minta van, apa minta van. Köszönöm, főnök. Trendiben tolja, úgy érzem most. Már hogy érti? Hát csak így őre néztem, és így orvosokhoz képest így nagyon, nagyon egyszerűen kilóg a sorba, azt kell mondjam. Engem nem látott még senki fehér köpenybe. De ez nem szabvány? Vagy ön nem kötelezhetik? Nálunk pizsi van, az a kék. Nem szállt el soha magától? Ezen nem gondolkoztam, de szerintem nem. Hányan mondták őre azt, hogy ripacs? Egy-egy internetes kommentel már találkoztam. Főleg akkor, amikor ugye a magánéletemről egyszer megnyilatkoztam, hogy Zahár 23 év után ugye ott hagyta a feleségét. Tündi, főzne egy kávét lehetőleg vízhajtó és hashajtó nélkül. Te mondjuk tedd bele egy kicsit, jó? Ez ilyen gyorsan van, nem szépen kell a kedvenségét. Tündivel egyből jön a kávé. Tejköl. Aha, van ilyen? Mit, akkor, ha kávét nem, akkor mit iszik? Tejet? Vizet? A tejet szoktam inni, meg teát. De azt én előre leszoktam gyártani általában. Friss fejés, 3,5-es, alacsonyabbat nem iszok. Wow, tényleg? Persze, mennyi kő? Hát oké, okay, elég. Ne vigyük túlzásba. Hát. De semmi, ami egészségtelen, nem áll. Akkor nem szoktam. Csak egy fiam van, egy darab hím. Egy darab fia van? Ő. Ja. Ő a gyerek, ő a barátnője, meg én. Amikor önt nem vették fel az orvosi egyetemre, és állatgondozó lett? Igen. Szóval, hogy akkor így mit gondolt? Mert ugye azt tudom, hogy... Hát el voltam keseredve, persze, hogy Főleg azok után, hogy ötödik generációs orvos. Nem, most állok, gondoltam így, megisztom. Akkor nekem is állni kell. Jaj, hát állandóan jön-megy. Hányan bírnak önnel lépést tartani? Itt bennem sokan. Csókolom. Mizu is. Jöjjön, altassuk, és aztán menjen.
Nem baj, de még nincsen, majd jobban eltetszik aludni. Egy kesztyűt kaphatok? Hét után mi jön? Hét után te jött. Próbáld meg sarokkal. Most jó, helyén van. Kalapálnak, fúrnak. Talán, mintha egy izébe lenne az ember. Ezt kezdted. Tudom, hát ezt csináltam én is. Nagy a szája, nem? És közben meg ő is így kezdte. Ütik, verik, tépik, ott mindjárt, puf! Akarjátok még rángatni? Mert akkor adok neki egy kis szundit. Mi volt a legdurvább? Mi? Tetlegesség, ami érte. Hát itt szoktak verekedni. Önöket is? Keményen? Tényleg? Hogy ne? Hát behoznak egy részeget hajnali kettőkor, aki baromi erős, tízé puposkodik itt, mindenkit elküld a anyjába verekszik, hát szokott itt jelenni, hogy kábítószeres, aki teljesen szét van ütve, és ő ugye nem azért, nem azért utál bennünket, mert... Persze. Egyből nem a szertől, de mondjuk az alkohollal azzal sokkal több gond van. Meddig lehet ezt bírni, sürgősségen dolgozni? Sokáig. Hát aki ilyen elszállt, elvakult, nem normális. Mondja ki nyugodt, hogy nem normális. Okay. Persze. Az az ember, amikor azt látja, hogy valaki menthetetlen. Mert Judit, hogyha ezt az ember átélné, magáévá tenné, akkor valószínűleg holnap, mikor hazamenne, akkor gyorsan felvagdosna az erejét, és elmenne alkoholistára. Világos, de akkor is meg kell értenem azt a folyamatot, amin keresztül kívül kell állni. Biztos van olyan, ami érzelmileg sok gyerek olyan. Halál. Nekem kifordult a gyomrom őszintén. Tehát, hogy így ezektől a szagoktól valami olyan indul el, én nem is tudom, hogy bírjál. Hánytak már le? Tessék? Hánytak már le? Hánytak le? Aha. Nem. Szedett már ki a fenékből mondjuk másfél kiló szart, ami után idáig fosos lett gyakorlatilag? Hú, hát most leszek vagy rosszul. Vagy esetleg szedett ki a fenékből citromot, üveget, vibrátort, poharat? Nézem már rám. Ettől is rosszul vagyok, hogy ezt így lehet bírni? Ezzel a fajta humorral lehet bírni, amit öntől? Hogy hogy lehet ezt bírni? Tök jól. Én szeretem, amit csinálok, de... Melyik részét, amikor kiszedi a citromot, Nem a munkát, az, hogy időnként lehet segíteni. Otthon mondják önnek azt, hogy figyelj... Hogy vagyok? Igen. Figyelj, 57 éves vagyok, 8-at figyelek egy hónapba, az 8 éjszakát itt vagyok, amellett napközben itt vagyok, hétvégén bejárok, pörgök, előadok, oktatok az egyetemen, élem az életem, rengeteget futok, hát ezt normális ember nem csinál ilyet. Magánélet az mi? 2 óra? Vagy, tehát ha megnézed az előző napját, akkor mennyi volt? 1 vagy 2? Jól bírják ő mellett a csajok. Igen, azt mondja a párom, hogy megunni azért engem nem lehet. Azért, mert bérköpök már egy hete. Egy éve. Ennek az embernek lehet, hogy valami múltja van. Jelene van? Nincs. Jövője? Az sincs. Mi a motivációja az alkoholon kívül? Egy valamit mondjon. A szociális hálón akkora lukak vannak, hogy 1 millió ember keresztül zuhan rajta. És ezt a szociális háló lukait azt gondolom, az egészségügy nem tudja befoltozni. Föl kell kelni, le kell vetközni, és akkor lehet zuhanyozni. Foglaljon helyet, fiatal úr. Mit tudunk segíteni, Gál úr? Jó, összetem fel van tényleg. A burkolóknak van egy üdvét, apászat érjük. Ez a fájdalom, ez természet is tökéletes, ugye? Ez mindenkinek így van, nem? Ez ilyen beleszületett fájdalom, ugye? Megényen, szó***ni akarok, akkor viselkedjen tisztességesen, meg kizavarom. Jó? Oké. Okay. Csak először én befejezném a mondatot, és próbálj meg... Most kustulgat a nyakét. Elmondtam, mi a problémám. Összehozottál, hogy mi ez a való világ. Ez a való világ. Na igen, ez a tuti. Ez az eredeti. Ezt onnan nyúltam. Ha Kapeszi módjára szereti a csokit, gondoltam, akkor lekenyerezem már így az elejét. Az itt nálam mindig van, nem is kevés. Itt, ha benézed itt. Egy kis bélpoklós, bocs, de hogy így egymás után 4-et illatol? Ha még lenne több, azt is megenném. De boldogsághormon itt keresem? Nem, szeretem a csokit. Csokkolom, jó estét, jó estét, jó estét. A Zahér név egy hívószó lett az elmúlt években. Előadásai nincsenek üres székek. Hívják őt iskolákba, börtönökbe, továbbképzésekre, fórumokra, koncertekre, és persze a fesztiválok állandó vendége. Én is 15 évesen elkezdtem pipázni, olyan nagyon-nagyon nagy fiús volt. Ugye megvolt az a pozitív dolog, hogy volt otthon jó minőségű pipa, nem valami kínai szészar műanyagot kellett szívni. Ráadhattam, nem ilyen kétidő pipázom. 15 éve pedig a bíróságokon igazságügyi szakértőként is dolgozik. Emlékszik, hogy melyik volt kifejezetten egy olyan ügy, amiben döntő volt az ön jelenléte és majd a véleménye? Majd jött a gyilkosság.
Ott mi történt? Ott valaki megmérgezett egy jó pár embert, ahol végül is három halott volt, négy volt, bocsánat, abból hármat ugye elégettek, azoknál nem lehetett semmit bizonyítani, már úgy égették, hogy rendesen, szóval nem az, hogy otthon leöntötték. És a negyediknél az exhumálás követően ki lehetett még a gyomorfalból mutatni gyógyszermaradványt, és innen lehetett vissza göngyölíteni az egészet. Az orvosi foglalkozástól eltiltást végleges hatályúra súlyosítja. A másodfokon eljáró bíró több mint kétszeresére súlyosbította a volt barátnőjén maró luggal bosszút álló orvos ítéletét. Zaher szakértői véleménye perdöntő volt, emiatt az orvos sokkal súlyosabb büntetést kapott. Egy ilyen fajta kémiai maródás, magába foglalva ugye a női nemi szerveknek a maródását is, nem csak a külső, a belső, ez potenciálisan a klinikus számára jelenthet egy olyan lefolyást, hogy az illető beteget elveszítjük. Tegnap is voltam este a szigeten. Tényleg? Aha, 7-kor kimentem, és akkor futottam egy 26 perces kört, azt direkt mértem. Nem mondja. Ügyelet után nagyon jól megy. Azért vette ezt a polt, hogy lássam azt, hogy lefutotta a félmaraton? Persze. Csak, hogy... Nem, de hát most többet. Jó, ez a szexi nagyon, ez a kis pamacs. Ja, pamacs, ugye? Na. Van olyan, vagy volt olyan, amikor azt érezte tényleg, most mondta, hogy 57 éves. Igen. És így frankó nyomja három óra alvásokkal, rengeteg pipával, iszonyat sok melóval, hogy így megfordult a fél, hogy meddig bírja ezt a szervezet? Azért hát bizonyára tudja, tudom, hogy... nincs róla. Ameddig ez nem véges a kimerültségi történet, nem? Hát de ez a kimerültség. De szeret élni pedig, persze, úgy látom. Persze, én alapvetően egy ilyen, ebből a szempontból azért, úgy igyekszem úgy így az egyéb élvezetemet halmozni, nem mondanám azt, hogy hedonista vagyok, de azért úgy szeretek jókat enni, szeretek jókat a párommal szexelni, szóval olyan úgy ezeket ugye az ember halmozza ugye ezeket a történeteket, szeretek futni, egy tök jó érzés. Hát aztán, hogy meddig fog menni, nem tudom. Mikor jött arra, hogy a szava az hitelt formára is van jelentősége? Amikor mém lettem. Ami azért azt jelenti, hogy akkor tényleg van egy populáció is, mint a fiatalok, igen, akik az emberre odafigyelnek. Ha rácsapom egy baromi nagyot a fejére, nem azért, mert ki akarom nyílni. Látom, ott a bogár, igen. És most egyre többször vannak most maga. Egy 2000 sportcsarnokban az ember bemegy, és egy órán keresztül beszél a kölyköknek, és csendben vannak. És akkor azt gondolja az ember, hogy tényleg tudott valamit belerakni a gyerekek puttonyába. Ha tudna beszélni, ugye? Nem fogok. Nem volt kérdés. Én egyszer kinyitom a számát. Ha kinyitna, akkor baj lenne szerintem. De nem fogok. Miért az ilyen veszélyfutása az új szintetikus szerek? Tehát mi nem tudunk róluk semmit az ég jött a világon. A kiszámíthatatlansága miatt? Azt abszolút gondolja, hogy... Abszolút. Kint ez a baromi okos kínai gyerek, mert tényleg okos, megcsinálta, technikailag elő tudta állítani, kidolgozta az előállítás módszerét, legyártott belőle 10 kilót és kidobta a piacra. És soha senki nem próbált. Hanem te fogod kipróbálni meg. Alasz te. Uh-huh. Igen, ez egy engedély nélküli ember kísérlet. Szevasz, szia. Megkérdezhetem, hogy mi az élet célja? Na, hogy boldog vagyok. Az egy állapot most, de mi a cél? Az, hogy boldog legyen? Azt, hogy fenn maradjon ez az állapot. Jól halad? Jól. Akkor jó, köszönöm szépen. Én köszönöm. Ez volt már a Riasztás, jövő héten folytatjuk. Addig is megtalálnak minket a Facebookon, de írhatnak is nekünk a riasztás@hirtv.net e-mail címre. Lássanak tisztán, viszontlátásra!